Vettem egy új autót. Muszáj volt. Egyáltalán nem olyan, amit eddig megszokhattál tőlem. Nem is keleti autó, de azért belefél a portfólióba. Ja, hogy... Ja, de... Nem ám azt hiszed, hogy ezt. Dehogy! Nem veszek én már új autót. Sőt, szinte már csak öregeket veszek. Ahogy most is. De nagyon ritka. És milliós autót vettem. Hát nem forintban, hanem kilométerben. 1.194.000 kilométert futott 33 éves dízel 124-es Mercedes, eredeti német taxi. Többször és több helyen mondtam már, hogy szeretem a Mercedest. Plusz valamiért vonzanak a taxik, a Zsiguli egyik ruhája is taxis lett. Egy igazi taxi Merci mindig is az álmom volt. Talán azért, mert gyerek és fiatal koromban a taxizás volt az egyetlen lehetőség, hogy a csillagos márkában ülhessek. Így szerettem meg a 123-ast, ami már van, de egy eredeti taxi bézs 24-es, évtizedes keresgélés tárgya volt. Igen, a taxik voltak használva, le is vannak nyúzva rendesen. Viszont munkaeszközként legalábbis Németországban minden törődést megkaptak, és számos alkatrészük erősített. Tűnnek már el. Mennek Afrikába vagy a Bontóba. Bézs színben egyre ritkábban találsz. Melyek közül azoknak, amik normális állapotban vannak, az ára nagyon szépen kúszik felfelé. Megláttam a Marketplace-en és 3 hétig csak nézegettem. Próbáltam magam lebeszélni róla. 75 lóerő, gyenge, amúgy kéziváltóval nem. Sok lesz vele a meló, 4 éve áll, biztos szét van rohadva. De tudod, hogy van ez. Aki szerelmes, azt nem lehet lebeszélni. Így írtam a hirdetőnek, aki készségesen azonnal küldött fotókat, videót. Bár annyira szar lett volna, hogy ne menjek el megnézni. Ja, itt van benne az ajtóba a kulcs. Ja, az úgy nehéz. Az a baj, hogy nagyon jól indul. Kívülről nem gázakaszni. Majd most hova megyek még egyet? Szóval megvettem. Egyszerűen nem tudtam ott hagyni, mert nem a halálból kell visszahozni, és azért is, mert baromi jó árat kaptam rá. Egy rokon most vett iPhone-t, és a telefon drágább volt, mint ez. Plusz az eladó még trélert is intézett. Eljött végre a nap. Itt állok az út szélén, ott nem messze, ott az autópálya lehajtó, onnan fog érkezni a tréler. Rendesen izgulok. Ilyesmi lehet, amikor a gazdag emberek bemennek az autószalomba, rendelnek maguknak valami nagyon drága mercit nagyon sok pénzért. Na, az valami ugyanilyen érzés lehet, csak azért autóm egy picit olcsóbb, meg picit öregebb, 33 évvel. Onnan. Onnan fog jönni. Bármelyik pillanatban jöhet. Ott van! Ott jön! Megérkezett. Ki ez a nagy öröm? Örülök neki, megmondom őszintén. Nagyon régóta kerestem taxit. Igen? Aha. Mármilyen? Mert valamiért van egy ilyen kattanásom a taxikra. És végre találtam egyet, ami nem horror áron van. Meg lehet vele dolgozgatni is azért. Az órájában 194 ezer kilométer van. Igen. Biztos, hogy taxiztak vele, mert 91-ben eredetileg taxinak rendelték. Lekértem a gyári extra listát, Taxi International, németül, Taxi International, szóval az extra listában a taxi felszereltségnek is része van, ami mi másra utalna? Beszéltem németországi taxisokkal, és ők elmondták, hogy évente 80-85 ezer kilométert vernek bele egy autóba, alatta egyszerűen nem éri meg taxizni. 91-es a kocsi, 11 évesen érkezett Magyarországra, ezek alapján tehát ott kint minimum 900 ezer kilométer belement. Tételezzük fel, hogy nem pörgettek órát, hiszen a magyar becsületes, hanem simán csak átfordult. 194-et mutat, jó lesz az 1.194-nek is. Egész jól indultam, most simán le tudtam vele járni.
Kicsit furcsa, ugyanis ötös váltó van benne, és nem ugyanott van a hátramenet, ahol a 123-asokban, azt egy picit szokni kell még. Hoppá! Amin dolgozni kell. Nekem tetszően full matt a motorháztető, úgyhogy jöhet a polírgép, ugyanúgy, mint a Zsigulinál. Itt vannak ilyen hibák, ez a sárvédő, ez cserés lesz, ez biztos, hogy kuka. Látod, ez, nem foglalkozunk ilyennel, ezt kicseréljük a fenébe. Ez nem olyan gáz, még kérdéses. Gyári antenna, nem motoros, ez kézi. Itt hiányzik a gumia, van ilyen, komplett antennám van, nem gyári után gyártott, de a gumia az ugyanaz, mint a gyári, úgyhogy az nem lesz probléma. Az E-osztálynak a füstös hátsó lámpái vannak benne, sima narancssárga index kéne, ez is érkezik már. A tejszíhabos kupakot azt valószínű, hát lehet, hogy van horoggal együtt, ugye, hogy a Rigolinál megy a kukába. Innen hiányzik egy műanyag diszléc, ami takarja a rendszámvilágító lámpát. Itt az ív, az nem szép, de amúgy meg, nézd meg! Most kap egy polírt, mert tudod, hogy én megoldom, mert nagyon jó kihívás, a tiszta matta teteje, hallod? Ezt akkora nagy élvezet lesz kipolírozni, és olyan fényes lesz a végén. Majd meglátod, majd meglátod. Belseje amúgy nem olyan gáz. Természetesen ezt a ronda faváltó gombot dobjuk a kukába. Váltó gomb. Nem gyári, mert sajnos a gyári az 47 000 forint, egy ekkora darab műanyag, ez után gyártott 4000. De hasonlít a gyárira, egész jól néz ki. Ez nem olyan rossz, de ebből is tudtam menni. 6000 forintért rendeltem gyári ilyen váltószoknyát. Kormánya, mondjuk, hogy jó. Ülések nem gáz. Ez az ülés, ez nem a sajátja, viszont itt van hátul, adta hozzá a srác, Robi, akitől vettem. Ennek ez a hibája, nézd. Ez, amit itt látsz, ez a henger. Kérlek szépen, javító anyag ebből a műbőrből. Hát nem teljesen ugyanolyan sötét zöld, de zöld színben, hogy tudunk ebből is szépet csinálni. Vállalható ez a belső, nem lesz ez rossz. Ja, és lóg a tetőkárpit, az mondjuk cudar meló, de természetesen nem bízom másra. Amint látod, a hűtőrácson nincsenek meg a csíkok, a krómpálcák, bocsánat, nem csíkoknak nevezük őket. Egy új hűtőrács már úton van, 12 000 forintért sikerült rendelnem egy nagyon kedves embertől, aki elbontott pár ilyet. Csillag a Foxposton. Szigorúan sárga indexekre ezeket ki kell cserélni. Egész jó állapotban vannak, úgyhogy elrakom a polcra, de sárga indexes kell, hogy legyen. Ennek a lámpának a belsejét szépen meg lehet csinálni, ugyanis az üveg, mert ez még lámpaüveg, le tudod ugrasztani, ezt a részt ki lehet fújni ezüstre. Ha belül a foncsor jó, mind a kettőnél, akkor ezt elmosva olyan lesz, mintha új lenne. A lényeg az, hogy sikerült végre egy olyan autót venni, amit mindig is akartam. Valódi taxi, taxiszínnel, dízel, klímás, nyilván nem működik, de meg lehet csinálni, mert gyárilag klímás a kocsi. Ötsebességes váltó van, és lehet vele dolgozni, amit meg én amúgy is szeretek. Az agyammal jár, hogy mit és hogyan, miképpen. Először kicsit szépé tesszük, megkapja a csillagot, a hűtőrácsot, a lámpákat, és aztán már sokkal nagyobb kedvel lehet rajta dolgozni, az alján van pici hegesztenivaló, azt majd, ha eljutok emelőre, akkor mutatom, de most elindítom, és megyek vele. Az első utam az 1.194.000 kilométeres taxival, mert az, hogy legurultam a trailerről, azt azért útnak nem lehet nevezni. Szép, olajnyomás full. Igen, láttam, ült a hátulja, de már kivettem a csomagtartóból a korábban lecserélt ötös komplett váltót és a két darab első futóművet. Amúgy szépen ketyegett. Szerkezetileg a futóművel kell először melózni, mert alsó lengőkarokat kicserélték, azok újak benne, de kóvályog az úton, úgyhogy biztos, hogy a futómű nem lett beállítva, meg szerintem összekötőcsere is ráfér. A szervója jó, óraegység is, ventilátor működik, kuplungja picit fent fog, de amúgy nem gáz. Amit viszont nem bírok elnézni, az ez a mocskos gumi. Nem állhat így nálam, hogy így néz ki a gumia. Itt rozsda van, kosz van. Itt a spray, kis tisztácsa tisztítás. Ez meg van csinálva, persze nem végleges, mert a dísztárcsa peremén azt a fékport azt még kefével eltüntetem. Ez meg van csinálva. Ez nincs. Azért van különbség. Yeah.
nem bírtam ki, egyszerűen nem megy. Majdnem 9 óra van, az idő már kellemesen hűvös, tehát már nincs az a 30 fok, ami napközben volt, hanem ilyen 22-23 van. Én meg nem bírom elnézni, hogy itt áll, és ma még alig csináltam rajta valamit, mert már biztos itt van majd 4 órája, úgyhogy kicsit leápolom a műszerfalat. Először kap ilyen műanyag tisztítót, másodosztályú rongyal, aztán jön a rendes műszerfalápoló. Nem is volt gáz. És most jön ez a pici. Ez ilyen repi anyag, amit Rácolitól kaptam, aki kitnek most csinálta nemrég a kozmetikáját. Képzeld el, hogy rágógumi illata van, hát kicsit szokni kell, de egyébként szép felületet eredményez, úgyhogy szeretem már, amíg kitart. Ez egy másik rongy. Oda nézzi! És lehet, hogy ki fogsz röhögni érte, de nekem ez egy kicsit olyan misszió is, hogy megmentsük ezeket az autókat, amik évek óta leállítva porosodtak szerencsétlenek egy fészerben, és ezek az autók ennél jóval többre érdemesek. Persze mondhatnád, hogy ez ilyen hatásvadász duma, meg ilyesmi, de nem. Én a világ összes öreg merciét megmenteni. Nincs annyi pénz a világon, amit erre el lehetne költeni, nekem meg aztán főleg nem, mert vannak azért elszállt árak, de ez például szerencsére tényleg pár százezer forint volt, úgyhogy muszáj volt elhoznom. Továbbra is esztétika, csak kívülről. Tetszik látni ezt a csúnya hűtőrácsot. Nincs benne merci csillag, hiányoznak a krompálcák, el is van törve itt az alján. Na most az, hogy ebből az egyes számú csúnya hűtőrácsból és a kettes számú csúnya hűtőrácsból, ami itt meg van horpadva, itt is meg van horpadva. Ugye a két csúnyából hogy csinálunk egy jót? Először megszabadítjuk az autót az egyes számú csúnyától. Egy csavar. Ott a csillag van. Még egy csavar. És leugrik a rács. Ez az, ami rajta volt, hát gyakorlatilag belseje nincsen, vagy hát a műanyag megvan, de nincsenek meg a krómpálcák. A krómja elviselhető, nem mondanám tökéletesnek, ugyanis itt le van pattogva, de ezt tudjuk kezelni. Egyébként körbe a krómja nem rossz. Kicsit már meg is pucoltam, ez még csak ablaktisztítóval, meg át van törölve rongyal, de még polírozás lesz, úgyhogy azzal együtt nem lesz szar. Ezt a teljes belsejét ki lehet szerelni. Itt vannak ilyen kis fémpatentok, meg alul van egy darab csavar, ami fogja. Amit tudtam venni bontottat, annak ezt a belsejét, a műanyagot a krómpálcákkal együtt egy az egyben át tudom tenni. Ennek szar a széle, csúnya a krómja, itt is meg van horpadva, itt is, de nekem ez úgysem kell, sőt még a csillagot sem fogom használni, mert van tiszta új csillagom. És azért kell ilyen megoldásokhoz folyamodni, mert sem ezt, a krómrészt, sem a belső részt nem gyártják már. Nem tudod megvenni újban. Ezeket tudod megvenni. A krómpálca rendelhető a Mercedesnél. Hát a darabja azt hiszem, hogy 20-25 euró. Nem biztos, hogy én elköltenék egy 70 ezer forintot. Jó lesz ez a pár krómpálca nekem. Picit ezek is ki lesznek polírozva. Így lesz a kettőből egy. Két darabban van. Kint van a szebbik is. Ami rajta volt, az ilyen feketés. Ez meg inkább szürke. Ez jobban hasonlít a gyári színre. Láttam egy olyan trükköt, hol máshol, mint a YouTube-on. Ha ezt megmelegítem hőlégfúvóval, akkor egy picit visszajön az eredeti szürke színe. Megpróbálom egy olyan helyen, ahol nem annyira látszik, hogyha elcseszem. Annyira dörzsölöm, hogy habzik. El kell ismerni, hogy látszik a különbség. Nézd meg. Ez nincs megcsinálva, ez meg van csinálva. Miután száraz, le van pucolva teljesen, jó közel tenni a főlégfúvót, nyilván érezni kell, mert még akár bajt is csinálhatsz. Nézd meg. Visszahozza a gyári szürke színét. Egy picit megolvasztja a műanyagot. Mutatom. Megint a YouTube-nak köszönhető, 0 forintos, csupán egy szerszámot igénylő hűtőrács felújítási technika. A gyári Mercedes hűtőrácsból újat, majdnem, hogy újszerűt tudok csinálni. Nem kamu, nézd meg!
Az egész meg van pucolva, de csak ez az egy szegmens van megmelegítve a hőlégfúvó. Hú, érzem is amúgy kicsit büdös műanyag szaga van. Már visszaszáradt. Azt látod? Mekkora technika! Persze ez azt is jelenti, hogy nem lesz olyan gyors ez a hűtőrács munka, mint ahogy én elképzeltem, de a végeredmény kárpótol. Elmelegítgetek még itt. Na, jó fazekas révén, ki van égetve az egész, leszettem róla a krómpálcákat is. Azt akartam még elmondani, hogy azért jobb a gyárit megmenteni, vagy jelen esetben felújítani, mert az utángyártottnál ezek a pici részek, ezek, ilyen a krómnak a keresztmetszete, és így csúszik rá. Na most az utángyártottnál ezek sorjásak, szélesebbek, mint a gyári hűtőrásnál, ezért mindig reszelgetned kell, hogy jó legyen, ezért mondom, hogy próbáljuk megmenteni mindig a gyárit. A következő lépésben ezeket a krómpálcikákat megpolírozom, és mehet össze az egész. Jaj, de jó lesz! Tetszenek Sony? 0 forintból az amatőr csavarozó, hogy megoldotta? Szerintem baromi jó lett. Ide jön rá az új csillag. Na, ilyen lett az eleje. Felújított, csillagos rács. A lámpa belseje sem fekete már. Narancssárga index. Ja, hogy abból te csak a rácsot láttad? Hát, akkor muszáj lesz visszajönnöd legközelebb.